Harmadik rész. Ó, balgatag Galácia beliek! Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok. Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi é. Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak. Mint hogy megvan írva, átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi, azokat élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva. Átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Atyám fiai, ember szerint szólok. Lám az embernek megerősített testamentumát senki erőtlenné nem teszi, sem ahhoz hozzá nem ad. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Ezt mondom pedig, hogy a kötést, melyet Isten először megerősített a Krisztusra nézve, a 430 esztendő múltán keletkezett törvény nem teszi erőtlenné, hogy megsemmisítse az ígéretet. Mert ha a törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből. Ábrahámnak pedig ígéret által ajándékozta azt az Isten. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, míg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közbenjáró kezében. A közbenjáró pedig nem egyé, Isten ellenben egy. A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van é. Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes megeleveníteni, valóban a törvényből volna az igazság. De az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. De minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlőmester alatt, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.